Szeretnéd látni, mi történik itt az ötödik részben? Akkor tarts velem! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én Barackká Diók, és elérkeztünk az ötödik részhez, mely már nem élő adásban van, hanem videóban. És nagyon remélem, hogy jól fogtok szórakozni. Szóval, kezdjük is bele! Látszik is, hogy az office-unk egy kicsit koszos. Kitakarítjuk szépen a szemétszedéssel. Kezdjük itt. Na. Videón kívül egy nagyon picikét játszottam. Itt ez a Citroen, ezt fogjuk most eladni. De először a rendbetétele lesz a legfontosabb. Az oldal hibája van. Az egyetlen, itt a bal oldala. Minden más tökéletes rajta. Nincs olyan sok kilométer. Adunk neki egy kis pénzt. És akkor szükségünk lesz erre az autóra. Jó áron megvettem. És nézzétek csak, milyen bug van a játékban. Sajnos nem úgy működik a kereke, ahogy kéne. Szóval ezt már lehet is hibának jelezni a játékkészítők felé. Vagy nem igazán kompatibilis az a kerék hozzá, és eléggé zavaró. Az autónk készen is van, beszállunk. Mindjárt nézünk valami felnit rá, felnit elsőnek. Amúgy ezzel a felnivel nem is volna semmi bajom, mert jól néz ki. Ez babará. A szuszpenzió. Aha. Hát. Igen. Ez itt a probléma vele. Fényezés, színezés. Ó. Ez így baba. Így szerintem egy kicsit. Így jó is lesz. Létet ezt nem bántjuk, lightot. Hát ABS-t azért rakjunk bele, én szerintem. Turbo meg nitro az fölösleges. Nagyon picit megmetálosítjuk. Így, hello úri emberünk. Egy kis polírt is rakunk rá. Így, mi? És metal, a színezés, hát azért egy kicsit olyan csajos, visszafogott csajos, de amúgy én szerintem ez egy tök baba szín. Én azt mondom, hogy ez el fog kelni. Picit bugos még a játék, de ezzel nem tudunk most mit csinálni. Na, jó, és szükségünk lesz a tabletra, melyet csinálunk egy szép fényképet. Na. Videón kívül még azokat megcsináltam, hogy a tabletba kitöröltem azokat a fotókat, amik nem kellenek, mert már annyi fotó volt, hogy egyszerűen nem lehetett már elférni se. Szerintem éppen nem mentem neki. Jó. És akkor nem Save, hanem bemegyünk a tablet menübe, webpage, és akkor szépen ezt a Citroent, ugyebár itt a fotó róla, egy fotó bőven elég, 4350-ért vettem, 3800-ot költöttem rá, én szerintem itt 9000 azért jó lenne érte, de egy 10000-essel bepróbálkozunk hátha, mert azért 66000 kilométer az nem sok, nincs hibája, próbálok nem sokat rákölteni az autókra, meg egy picikét áttörőjük szivacsal szerintem. Szép tiszta legyen az autónk, tetejét is, ha engedi.
Ígyni. Picikét itt az oldalát. Elejét nem. Nem érzékeli úgy. Itt a teteje. Közben meg is érkezett az első vásárlónk, amely nem más, mint ez az úriember. Na mennyit gondolsz érte? Oké, figyeld! Figyeld, az $1 nem újon semmi. Ez egész jó áron bebírtuk húzni. Szerintem ez tökéletes üzlet volt. Van 26 ezrünk. Szomszédokba elmegyünk. Megnézzük, hogy... wow. Azt kell nekem, Civic. Ilyet akartam egyszer behúzni. 2000 ad ide létszik, kérlek szépen. 1800, ha nem akarod. De akarod, oké. Megnézzük, hogy ez autó mennyibe van. Aha, nem sok hibája van. 1600, ha ide adod egy 1200-é, akkor én azt mondom, hogy boldog vagyok. 1300. Jó, inkább legyen 1450. Mert aztán ki fog cseszni velem. Jó, akkor most kettő autónk van itt. Ezt hazavisszük gyorsba. Szerintem ez jó üzlet volt, mert ugye a Civic-et is tudjuk szépen fejleszgetni, meg azt az autót is. Abból az autóból eléggé jó jött ki a profitunk. Most ugye elsőnek Civicünk van, majd azért is visszajövünk nem sokára. El is érkeztünk ide a másik kocsival, ezt is szépen hazavisszük. Másik kocsit beraktam oda a javítóba, és akkor ez is majd oda kerül. Meg is érkeztünk a reparéhoz, de mivel bezárt, így nem tudjuk használni a Civic-et, meg ez se. Azon nagyon jó, most kicsit benne áll a pénzünk. Szerintem pont kész lett az az autó. Ide berakjuk addig a Fiatunkat. Jó, ez kész lett, úgy tűnik. Hát azért még egy kicsit dolgozhatnának maga a belsőkön, mert ez így nagyon nem a legszebb. De még ez egy nagyon kezdetleges játék, de ahhoz képest meg nagyon szépen csinálják itt a fejlesztők. Elmegyünk aludni, aztán reggel folytatjuk. El is érkeztünk a reggelhez. Az office-unk egy kicsit koszos. Elméletileg már tiszta is. Ezt az autót elviszük festőműhelybe. Másik kocsit meg akkor... hát, hogy is mondjam, szépen... csináljuk
patikára. Pici polírt rárakunk. Pici metált. Ne is rakjunk ennyire nagy metált rá. Picikét rakjunk rá. Én azt mondom. Jó. Így mi? Az autó színe az. Jó lesz. Mindjárt átmenjünk közben a pontói. Így mi? Nézzük, hogy milyen dolgok. Egy racsekit, dupla kerékkel persze. TCS. Ha nézzünk egy kis szuszpenziót. Nagyon picit emelünk rajta. Fények azok. Legyenek. Ó, ez tökéletes. Kereke az pedig legyen. Hát valami. Valami azért kicsit normálisabb. Nem 5000 forint, 5000 dolláros. Egy ilyen felni azért szerintem jó mutatna rajta. Úgyse én fogom használni, csak... Gyerünk. Jövök. Egy szia, vizs már meg, kösz. Na. Én. Fotót gyorsan lőttünk így az út közepén. És akkor ugye benn vagyunk már irodánál. Gyorsan főtoljuk a webpage-re a Hondát. 132.000 kilométer, 5566. Hát egy ilyen 8000-re toljuk fő, én azt mondom, hogy 8000 az olyan baráti Putinon szél. Jó. Akkor a másik kocsi, visszamegyünk, megnézzük, hogy milyen állapotban van, és föltuningolj. Mégis érkeztünk a tuning műhelybe. Egy TCS-t azért kapjon. Pici turbót. Szuszpenzió az. Nagyon picit emelkedjen a színe a dolgoknak. Legyen az. Hát. Legyen egy szép fehér. A rendszám az legyen egy ilyen. Pelni az pedig, hát én azt mondanám igazából, hogy maradjon, de egy ilyen kis pelni sokat dobna rajta talán. Megnézzük, hogy a fényezőbe mi a helyzet. Hát, legyen egy ilyen türkiszkék talán. Picike smooth-tal, egy pici metállal, türkiszkék szín. Hát, ilyen szín, tökéletes. Köszönjük szépen. Autónk állapota most már tökéletes. Így mi? Szépen erről is növünk egy fotót. Ilyen állapotban, hogy így lehessen is látni. Így. Jövök már. Jó. Ott van ugye már egy vevőnk.
Átmegyünk ide szépen hozzá. Hello. Mennyit adsz érte? 8000 helyet. Mennyit ajánlasz? 5100. Másik úri emberünk. 6200. Legyen egy, mondjuk egy 6500, és akkor viheted. Jó, akkor ezt az autót is mindjárt kirakjuk szépen. Webpage. Ugye itt a fiatkánk. Ez pedig... Hol van? Itt van. 5760. Akkor legyen egy 6590. És akkor... ezt így szépen elviszik, akkor boldogok vagyunk. Picikét megtisztítjuk. Így. Így. Még ezt az autót eladjuk. Ja, nézzük, nézzük. Vigyél! Na, fiúk, lányok, srácok. Sikeresen eladtunk egy pár autót. Én úgy gondolom, hogy eléggé tartalmas volt ez a videó. Van 28.495 dollárunk. Car Marketplace az nyitva van, de most nem érdekel minket, a majd következő részbe. Elkezdtünk aukciózni is, pár autót már megnyertünk. Szóval a következő videóban találkozunk. Tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel. Sziasztok!